Érdekesen alakult ez az idei verseny, mert a tavalyi verseny után én azzal a szándékkal fejeztem be, hogy nem szervezzük meg többé ezt a versenyt, mert nem éreztem azt az érdeklődést, azt a fejlődést, amit én szerettem volna, és amiért az energiát beletettük. És a versenyzők azok nagyon rámozdultak erre, megviselte őket ez a gondolat, hogy nem lesz tovább. Így aztán úgy döntöttek, hogy inkább besegítenek, meg komolyabban veszik, meg mindent csinálnak, csak legyen tovább. Akkor egyrészt ez is nagyot lökött rajta, másrészt ez a helyszínváltoztatás, hogy átjöttünk Füredre, ez az egészet nyitottabbá tette. Az, amit én mindig is szerettem volna, hogy erre tervezett, épített hajók megjelenjenek, és kifejezetten high-tech vitorlázás megjelenjen a Balatonon, ez az idei évre érdekes módon megtörtént. Ugye a Nándi alsóhéj ötlete, ami láthatólag egy nagyon szép, nagy teljesítményű héj, és hát jó néhány közös elem, ami összehasonlítja a kettőt, és hát néhány ötlet, amit az Attilával, Déri Attilával közösen, meg hát jó néhány ötletadóval, például mint a Farki, vagy akár a Fináci Gyuri bácsi, Paulovics Dini ötletei alapján is másképpen megépített, mert azt nem mondhatnám, hogy továbbfejlesztett, mert azt bizonyítani kellene, hogy előre léptünk. Én úgy gondolom, hogy így 8 méteres nyitott kategóriában ilyen erős mezőny még nem volt. A Litkei Farki egy Kód 8-as nevű új hajóval jön, a Varga Lajos a Nelson nevű hajóval, ami az én hajómnak testvérhajója, az enyém is föl lett újítva, ez is újnak tekinthető. Ugyanakkor azt látom, hogy jó pár 8 méter One Design hajó ilyen open szellemben nagyon föltuningolta magát, nagyon gyorsak tudnak lenni ebben a szélben, és van a mezőnyben 2 Melges, azok is nagyon gyorsak lesznek. Illetve van olyan hajó, ami meglepetést okozhat. Tehát egyáltalán nem lefutott a verseny, de azért nagyjából az az 5-6 ember az körvonalazódik, aki az elején fog végezni. Nagyon, nagyon kellemes északi, ilyen frissülő északi szélben rajtoltunk el, és ez a szél persze, amikor így érkezik a part felől, ez meglehetősen pöffös, bizonytalan irányú és erejű, 3-astól 5-ösig mindenféle lökések voltak benne, ez mindjárt az elején próbára tette a mezőnyt, a 3 perces után mindenki könnyűszeles genakert, spinakert húzott, és itt mancsaftok nincsenek, akik segíthetnének. Az egy darab kormányos, az meg mindenhova nem ér oda azonnal, így aztán voltak érdekes haváriák, többek között egy engem is megtalált, hogy az alattam lévő hajó föllú volt, és kis hiány összetörte az én hajómat, de megúsztuk. Mind a ketten veszítettünk egy ilyen fél percet ezzel. Az elején szépen indult, mert én sem vártam volna, hogy ilyen szépen érek be a tihanyi csőbe. Azért egy elég szedetvedetten tudtam elrajtolni, mert a verseny előtti nap délutánján derült ki, hogy részt tudok venni. Úgyhogy mire összetákoltam a bárkát, addigra azért pár őszhajszállal bővültem. Tihanyi cső után már egy egyenletes északias, de kicsit gyengébb szél fogadott bennünket a nyugati medencében, és ezzel elmentünk körülbelül Badacsonyig.
nagyon fontos a biztos és a megbízható családi háttér egy ilyen verseny előtt, mert az ember nagyon egyedül érzi magát a vízen. Ugye a háttérbe beletartozik ez a szép hajó is, a Kód 8-as, amelyiket Paulo is Dénes épített, Simon Tamás finanszírozásában is az ő projektje. Úgyhogy nekik is nagyon köszönök mindent a feleségem mellett, mert hogyha ők nem lennének, akkor én sem lennék itt. Szerencsére Lovas Andriséknak, a Hunsales-nek sikerült a régi top génuámat átszabni, úgyhogy gyakorlatilag én is úgy éreztem, hogy versenyképes leszek. Autopilótát azt nem sikerült szereznem, meg föltennem a hajóra, de körbevezettem egy kötélt, és így sikerült megoldani, mert elég munkás volt. Magát bevitorláztuk, vitorláztam éjjel-nappal, amikor tudtam. Sokat kell még tanulni, és meg kialakult az, amit akkor a Nándinak egy kicsit tamáskodva hallgattam, hogy hát majd ősszel szétszedem, és akkor majd új ötleteim lesznek, és hát ez már megvan ez a lista, tehát jövőre ez a hajó megint egy kicsit másképp fog kinézni, valószínűleg a vitorlázaton is itt ott érdemes alakítani. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sok indulóval, rengeteg győztessel kell itt összemérni, és hát a Balaton azért az egy gyönyörű sorsolós tó, tehát itt meg lehet állni egy órára, másfélre. Én tavaly másfelet álltam Fonyód előtt, és onnan kellett újra építkezni, úgyhogy én egy nagyon jó versenyre számítok, sok esélyessel. Badacsonyra kezdett a szél kifújni, addigra már legyengült, és érezhető volt, hogy ez úgy elfárad, de még ilyen utolsó újabb csíkok jöttek le, amivel lehetett haladni. De azt nem tudtuk pontosan, hogy meddig tart ez ki, és mettől kezdve lesz az, hogy valami szélváltóra kell figyelni. A Farkas elvitorlázott északnak, ahol akkor már tükörsima víz volt. Én meg láttam szelet még a déli oldalon, és azt gondoltam, hogy az északit majd egy ilyen ellenszél, egy déli váltja, és én azt a szelet szeretném megfogni. Nehelyett nem a váltás jött meg, hanem északra jött egy újabb csík, és az terjedt le. Így a Farkas elsőnek kapta meg a szelet, és szabadult el, és ment el, úgyhogy ő vette a bóját elsőnek. Simon Tamás megkért rá, hogy induljak el a hajójával, és a hajó meg annyira tényleg szép, gyönyörű, minden ízében, tehát nem csak kívülről mutat jól, hanem benne lenni is jó. Hát egy igazi masterpiece, tehát a Paulovics műhely sok szép dolgot csinált már, de talán ez az első olyan igazán, ami az övék, mint termék, ezt a kezetektől fogva ők csinálták. Hogy fogják csinálni a sablont, minden apró részletet. Gyönyörű a hajó, büszkék lehetünk rá, hogy ez itt készül. Az egykezes mindig jó, és egy kicsit azért hosszú volt és fárasztó.
kicsit össze-vissza szél volt, és emiatt sok manőver, sok vitorlacsere, tehát sokat kell dolgozni. Személyesen nagyon drukkoltam mindegyik versenyzőnek, hogy mindenki végérje, és talán a legnagyobb érték, hogy nem adta föl senki. Tehát voltak, akik hosszú-hosszú órákon keresztül éjszakákat ártak akár a csőbe, vagy akár bárhol, és nem adták föl. Az utolsó versenyző majd ennyi 32 órányi versenyzés után érkezett meg tegnap este 8-kor, ami egy nagyon erős kitartásra tesz tanú bizonyságot. Most 11. alkalommal veszünk részt abban, hogy ennek a versenynek a technológiai hátterét, a technikai segítségét biztosítjuk. Ez azt jelenti, hogy nyomkövetőket helyezünk el a hajókba, és folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni azt, hogy melyik hajó éppen melyik ponton jár, és erről információkat tudunk adni akár a versenybíróságnak, akár a segítségkérés kell, akkor természetesen közreműködünk. És persze mindenki számára érdekes az, hogy figyelni tudjuk azt, hogy éppen hol tartózkodik a versenyben, milyen pozícióban az adott versenyző. A KASZON ezekben a technológiai jellegű fejlesztésekben élen jár. A későbbiek során nagyon szeretnénk, hogyha továbbra is megmaradnak verseny és a KASZON között ez a kapcsolat, és örömmel vennénk, hogy a későbbiekben továbbra is támogatni tudnánk ezt a neves rendezvényt. Ez a Petőbétom. Azzal nem volt gondom. A reggel az már nehezebben ment, akkor már bóbiskoltam egy kicsit néha. Majdnem. Örültem, hogyha a lábbal előtt tudtam focizni egy sportszeletet, és azt meg tudtam enni, és kb. Így ennyi volt. Van, aki azt mondja, hogy csak vizet meg almát visz magával. Én igazándiból mindig össze szoktam szedni minden olyan ételt, amit úgy szeretek és kedvelek. Úgyhogy gyakorlatilag a joghurttól kezdve a szőlőcukorig minden van nálam. De most végighúztam ezt a versenyt, csak ilyen csoki darabkákkal, meg ilyenekkel, amit éppen elértem. Hát igazából nem volt lefutott egy pillanatig sem, még itt az utolsó métereken is figyeltem, hogy Fináci Peti halad-e, és volt olyan, amikor haladt. Még ugye én itt tácsorogtam egy nem tudom mennyit, de egy órát legalább a paksi kikötő előtt, úgyhogy ebbe benne volt bármi.
a versenyzők nagyon fairen, nagyon keményen, egyre tapasztaltabban vitorláznak. Azt lehet mondani, hogy itt egy nagyon komoly szóló vitorlázó gárda fejlődött ki, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Itt 23 olyan hajó volt, aki mindenki keményen vitorlázott, és senki nem adta föl. Sem technikai okok miatt, sem lelki okok miatt, semmiféle ok miatt 23-an rajtoltunk, 23-on futottunk be, és különböző szinteken, de mindenki nagyon komolyan elfáradva, agyilag, fizikailag mindenhogyan, és én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a mezőnyre, hogy ezt így teljesítette, és senkiben nem torpant meg a szándék, és végigjöttek, és most itt mindenki a jól megérdemelt pihenőjét tölti. Valahol az itteni filozófia és a Vodafone-nak a filozófiája elég erőteljesen egybefügg. Ami azt jelenti, hogy mi is elhivatottak vagyunk, mi is szeretjük a munkánkat nagyon. Az, amit véghez vittetek, az azt gondolom, hogy minden egyes vitorlázónak példaértékű, kitartásban, taktikai tudásban, elszántságban, és nagyon örülök, hogy ebben részt vettünk. Ha ti is úgy gondoljátok, illetve a szervezők is, akkor akár jövőre is. Én Mercer Irénnek és Parándornak szeretném megköszönni azt, hogy 11 év után is itt lehetünk. Pedig én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös dolog volt. Kölcsönösen megbíztunk egymásban az elején, hogy egy jó versenyt kell csinálni, és egy biztonságos versenyt kell csinálni. És azt kell mondjam, hogy ez az összefogás ez egy példaértékű, és én nagyon szeretném üzenni a Magyar Vitorlás Szövetségnek, hogy így érdemes vitorlás versenyeket rendezni. Köszönöm Nándi, köszönöm Irén. Tehát nagyon fontos ezt az új helyszínt megemlíteni, a Balatonfüredi Jachtklubot, amely otthont adott most a mezőnynek és a versenynek, és itt szívvel, lélekkel minden lehetőséget megkaptunk, ez egy nagyon klassz helyszín. A verseny biztonsága érdekében nagyon fontos a vízimentők magyarországi szakszolgálatának az állandó ügyelete, hogy a verseny alatt folyamatosan figyelik a hajókat. A verseny követése szempontjából, biztonság és érdekesség szempontjából nagyon fontos, hogy a Kászon RT a nyomkövetőket a rendelkezésünkre bocsátja, illetve a Vodafone, aki ezeknek a jeleknek az átjátszását az internetre lehetővé teszi, és a rendező csapatnak, aki ezt az egészet másodperces pontossága online közvetítette és mindenki számára élvezhetővé tette. Tehát egyrészt úgy tudunk ma vitorlázni, hogy mindenki látja, hogy mit csinálunk, másrészt tökéletesnek érzem a biztonságát a hajósoknak. És ez nagyon fontos dolog még itt a Balatonon is. Tehát ezek még nagyon szorosan hozzátartoznak a versenyhez, és mindenkinek a megfelelő köszönetem ezért.